Idén csak iskolai szinten hirdették meg a Györfi Napok keretében az olvasó és angol nyelvi versenyeket a Györfi István Katolikus Általános Iskolában. Mennyien készülnek, és mi a rendezési mód most ebben a helyzetben? Valóban csak iskolai szinten hirdettük meg. Jó leső érzés volt azért, hogy azok az iskolák, amelyek a korábbi években neveztek, telefonon felkerestek bennünket, hogy számíthatnak-e az idén ennek a versenynek a meghirdetésére. Akkor elmondtuk, hogy sajnálattal, de az idén csak az iskola keretein belül fogjuk megrendezni. Ennek ellenére, hál' Istennek, ez a verseny továbbra is nagy népszerűségnek örvend, ami gyermekeink körében is. Át kellett alakítani a versenynek a menetét, hiszen ez a verseny két részből állt, a szövegértésből, amit a gyerekek elolvasnak egy szöveget, és feladatlapot kapnak hozzá, és a feladatokat oldják meg, a másik része pedig a hangos olvasás volt. A kollégáimmal, a szakmai munkaközösséggel, aki felelőse ennek a versenynek a szervezésé, felelőse ennek a versenynek a szervezéséért, abban állapodtunk meg, hogy nem olvasunk hangosan az idén, védjük a gyerekeket, védjük a kollégákat, védjük a zsűrit, és csak egy írásbeli feladatot kapnak a gyerekek, aktuális témához kapcsolódunk minden évben, így lesz ez ebben az évben is, és a szöveg elolvasása után egy feladatlapot kapnak a szöveghez a gyerekek, ezt kell megoldani, és ezt fogja a zsűri értékelni. Felmenőrendszerben hirdetjük ezt a versenyt már évek óta, hiszen kezdetben csak az alsó tagozatosokkal indult, második, harmadik, negyedik évfolyammal, az idén azonban már a hetedik évfolyam is csatlakozott hozzájuk, tehát így egész szép számmal versenyeznek a gyerekek, hiszen az osztályokból két-két fő képviseli a versenyen az osztályt. Kik a zsűri tagjai? A zsűri tagjai a magyar szakos kollégák, illetve azok a tanítónénik, akik magyar szakkollégiummal rendelkeznek.